Február 24-én este a Ród közzé tette, vagy nyilvánosságra hozta új videóklipét, és hát Mátéval ott kell kezdenem ezt a beszélgetést, hogy számítottatok-e arra, hogy néhány nap alatt, és itt a néhány az tényleg szó szerint értendő, hiszen amikor ezt a beszélgetést készítjük, akkor tulajdonképpen két teljes nappal vagyunk túl a bemutatón, és már 30 ezer fölött van a megtekintések száma, és hát a pozitív kritikáké is. Szia, szép napot kívánok! Szia, üdv mindenkinek! Hát igazság szerint reménykedtünk abba, hogy jó lesz majd a visszhang, meg hogy jó sokan megnézik. Gyakorlatilag, ha a YouTube-nak számlálóját, meg ennek a mechanikáját megnézzük, ugye ez nem adott pillanatot számol, hanem mindig 3-4 vagy 6 óránként frissít. Tehát lehet azt mondani, hogy egy nap alatt közel 30 ezeren nézték meg ezt a videót, hiszen ugye vasárnap este, hétfő este, ma van kedd, dél, tehát egy másfél nap alatt most 30 néhány ezernél járunk. Rengeteg pozitív visszajelzést kaptunk a Facebookon is, meg a YouTube-on is, tehát a csatornáinkon, és úgy tűnik, hogy működik a dal, aminek nagyon örülünk, mert mi úgy vonultuk be a stúdióba, hogy ez egy jó dal lesz, meg ez egy jó lemez lesz, de hát a végső döntést azt úgyis a közönség fogja meghozni, hogy ez tetszik, működik, nem működik, szeretik, nem szeretik. Hál' Istennek mondom, azok a visszajelzések érkeztek szinte 99%-ban, hogy tetszik, hogy jó, hogy várják az új lemezt, hogy na végre, úgyhogy ez nagyon boldoggá tesz bennünket. Sok történés van most a környéketeken, vagy a házatok táján. Ugye ennek első lépése, ez ugye ez a bizonyos videóklip volt, lemezbemutatóra készültök, illetve konkrétan a lemez megjelenésre, és lehet, hogy itt a kronológiában egy picit érdemes ugrálni, mert hogyha már a dal bemutatkozott, akkor beszéljünk magáról az elkészült lemezről. A Folyts meg a sötétben mennyire tükrözi teljes mértékben az új lemezt, vagy ez most egy ilyen mézes madzag, és az az a dal, amit mondjuk a média is azt meri mondani, hogy talán az egyetlen egy csúnya szó kisípolásával, de talán még el is kezd játszani. Hát azt gondolom, hogy ez nem most a mézes madzag, ez egy arany középút dal, ettől lesz súlyosabb tétel, meg lesz könnyedebb, vagy könnyebben emészthető tétel is, és ha már a médiáról beszélünk, vagy konkrétan a rádiókról, tévékről, akkor szerintem nem ez a dal lesz az, amelyiket elsőként választani fogják, bár ne legyen igazam, és legyen ez, vagy legyen akár több is, de azt gondolom, hogy nem ez a legkönnyedebb, vagy a legpopulárisabb tétel a lemezen. Egyébként a Folyts maga sötétben az új lemeznek, a Tegyük fel című lemeznek a nyitódala, és hát azért esett rá a választás, mert tök jól elindul, alkalmas arra, hogy nyitódalként szerepeljen egy lemezen, és hát igazándiból nagyon-nagyon közel áll azt gondoljuk az eddigi Ród munkásságához, mindazon túl, hogy ezt most más koncepcióban rögzítettük, más hangszerekkel, más volt a hozzáállás a dologhoz. Azt gondolom, hogy ez egy jó kis dal. Egy kicsit a szakmai részébe menjünk bele, mert erre lehet, hogy viszonylag keveset van alkalmatok beszélni. Mik ezek az újítások, vagy mik ezek a másságok mondjuk a korábbi lemezek rögzítéséhez, vagy akár tételezzük fel megírásához képest? Tavaly nyáron jött az ötlet, hogyha már úgyis 2013-ban lemezezni szeretnénk, mi lenne, hogyha most beletennénk egy olyan csavart a történetbe, hogy új hangszerekkel és új hangolásban esnénk neki az új lemeznek, tehát nem csak az, hogy egy-egy dalban alkalmaznánk valami nem megszokott dolgot, hangszert, hangolást, hanem hogy a komplett egész lemez úgy készülne, hogy teljesen lecseréljük a hangszerparkot. Ez azt jelenti konkrétan, hogy 7 húros gitárok, meg 5 húros basszus gitár, ami hallható a lemezem. Ez az egyfajta olyan plusz íz, vagy más íz, ami nem volt hallható, vagy nem volt jellemző az eddigi lemezeknél, az eddigi daloknál. Viszont a feladat meg az volt nekünk, hogy azért próbáljunk megmaradni a ródos ízeknél, és a ródos dallamoknál, vagy a világnál, úgyhogy le is vannak hangolva ezek a gitárok, tehát van olyan dal, ami például Drop G-ben szólal meg, ami hozzánk képest mocsoklent van, tehát nagyon le van hangolva,
Nyilván más zenekarok, meg borultabb műfajoknál azért ez nem egy olyan nagyon szélsőséges hangolás, tehát van, aki drop-in van például 8 húros gitárral, de nekünk, a mi műfajunkat tekintve, vagy azt éve alapul, ez egy igen érdekes próbálkozás, meg új út, és hát azon túl, hogy ezek le vannak hangolva, ezek a dalok, meg ezek a hangszerek, nem lenne baj, hogyha nem szomorúan vagy nyomasztóan szólalnának meg a dalok, hanem ugyanazt a vidámságot, meg energiát beleadni, belepumpálni, amit mondjuk eddig is jellemzők voltak a zenénkre. Feltételezi ez a technikai újítás azt, hogy koncerteken akkor több lesz a hangszercsere, vagy esetleg a régebbi dalokat is elkezdtétek egy kicsit újraértelmezni? Eredetileg úgy indultunk, hogy vegyük fel ezt a lemezt ezekkel az új hangszerekkel, és akkor majd koncerten jönnek a koncert közben, vagy dalok közben a hangszercserék, és akkor ezzel is izgalmasabb, változatosabb lesz a dolog. Viszont, ahogy kipróbáltuk a régebbi dalokat, egy kicsikét átültetve, meg kicsikét áthangszerelve, csak nagyon minimálisan persze, úgy tűnik, hogy tudnak jól működni ezeken az új hangszereken is. Úgyhogy nagyon egyre inkább elképzelhetőnek tartom azt, hogy ebben az újult hangzásban fognak a régi dalok is felcsendülni. Mennyire volt nehéz, vagy mennyire volt könnyű az az alkotási folyamat, ami mögöttetek áll, hiszen egy új lemez az mindenkor feltételezi, hogy sok új hatás ért titeket, mondjuk ez lemeztől függetlenül is természetesen, de hogy ezekből igyekeztek táplálkozni. Gondolok itt arra, hogy tulajdonképpen ti írhatnátok egy olyan koncert lemezt, ami a folyamatos országjárásról, klubozásról és fesztiválokról szól. Na igen, az alkotói folyamat az mindig inspiráló egyrészről, meg mindig tölti az embert, meg örül, mikor újat tehet le, és működik, és a többiek is látják, hogy ez mennyire jó, és együtt tudunk dolgozni, jönnek, az egyik ötlet szüli a másikat tulajdonképpen. Másik oldalról nézve a dolgot pedig, azt gondolom, hogy borzasztó melós, tehát hogy sokszor voltunk mélyponton, hogy egyszerűen annyi feladat hárult ránk, meg hárul ránk a mai napig is, hiszen még nem volt meg lemez megjelenés, amivel mind-mind meg kell birkózni napról napra. Tehát gyakorlatilag az új lemeznél a borítótól kezdve a dalokig, a minden egyéb háttér, a grafikai munkák, a plakátok, mindent úgy gondoltuk, hogy most mi veszünk a nyakunkba, és mit csinálunk meg. Talán egy kicsikét erőn felüli a vállalás, viszont a zenekar mind a négy tagja részt vállalt bizonyos munkafolyamatokban, tehát magára vett bizonyos fázisokat, és azokért csak egy-egy ember a felelős, és aztán előzőzzük egymást, meg ránézünk a másik körmére. Tök jó azt látni, hogy nem csak a színpadon, vagy az öltözőben, pohárral a kezünkben tudunk örülni egymásnak, hanem akkor is, mikor gyakorlatilag így meg kell feszülni a munka során. Nem mondom, hogy minden egyes pillanat örömteli volt ebben a tavaly, nem tudom, szeptember óta, augusztus-szeptember óta tartó folyamatban. Gyakorlatilag napi szinten próbáltunk, novemberben két hetet demoztunk a Supersize Recordingban, hazajöttünk, onnantól is minden hétköznapok próbával teltek, hétvégék koncerttel, és gyakorlatilag karácsony alatt volt egy rövid kis szusszanás, két ünnep között megint koncert, és január 2-án már költöztünk is a stúdióba. Utolsó simításokon túl vagyunk, most már tényleg csak azt várjuk, hogy induljon el, legyen meg a lemez, és most már a turnéra koncentrálunk, tehát a plakátgyártás, a jegyek, a promóciója ennek. Úgyhogy mondhatni azt, hogy tavaly szeptember óta nem nagyon volt megállás vagy szabad pillanat. Most egy picit van alkalmat pihenni, de szerintem ez jóformán csak néhány perc vagy néhány óra, hiszen a lemez, ahogy mondtad, tulajdonképpen kész van, és a gyártási folyamat van. Ellenben készültök egy másik nagy dologra, de elválaszthatatlan a kettő, nevezetesen március 8-án, nem nőnap alkalmából, de éppen azon a dátumon, Budapesten a Barbanegra Music Clubban lemezben mutató. Új terület nektek a Barbanegra? Nem, voltunk már ott, és nagyon megtetszett akkor is. Jó volt a kapcsolat, jó volt a légkör, az ott dolgozó emberekkel tökéletesen jó lehetett dolgozni, a közönség kijött, szerette a helyet, tehát hogy minden adott volt és alkalmas volt arra, hogy mondjuk a lemezben mutatót ezt itt tartsuk meg újfent. Ebben a klubban, ahol már visszajáró vendégként köszönhetünk be. Viszont, ami még ez hozzátartozik, hogy a
lemez megjelenés, a Tegyük fel című új lemezünk megjelenés, az március 11-e hétfőre van datálva, viszont mi már úgy gondoltuk, hogy március 8-án egy ilyen lemez előzetes lemez bemutató, vagy lemez megjelenés előtti partit tartanánk, ami gyakorlatilag arra van kihegyezve, hogy aki nem tud március 11-ig várni a hivatalos lemez megjelenésig, amikor majd a boltokban országszerte el lehet érni, vagy a különböző fizetős letöltős oldalakon meg lehet vásárolni a lemezt, az március 8-án eljön Budapestre a Barbanegra Music Clubba, és akkor ott egy kedvezményes áron meg tudja vásárolni. Mi már 6 órától várunk mindenkit, 6 óra után tartunk egy ilyen dedikálást, körülbelül 8-ig, és akkor kezdenek majd a vendégzenekarok, elkezdik, megnyitják az estet, és akkor majd mi zárjuk valamikor 10-11 magasságában. Egy ilyen lemez, megjelenés előtti lemez bemutató mindig egy furcsa kérdést vet fel, nevezetesen, hogy az új dologban mennyire tudtok belenyúlni már a koncerten, hiszen az arányokat itt nagyon nehéz megtartani. Ha túl sok újat játszol, akkor a közönség lehet, hogy bizonyos tekintetben bután áll a színpaddal szembe. Igen, de tulajdonképpen ez a többi koncertre is igaz, legalábbis a turné első felére, tehát amikor egy-két hetes még egy lemez, nagyon sok emberhez nem jutott el, vagy csak felületesen, tehát néhány dal, és lehetne akkor úgy csinálni a márciust, hogy lemezbemutató turné, de csak két dalt játszunk az új lemezről, teszem azt, aminek azért nincs értelme, mert akkor miért lemezbemutató turné a neve, ha viszont tényleg az összes dalt mondjuk lejátszuk, akkor valóban fennáll ennek a veszély, amit te is mondtál, hogy a közönség az értetlenül néz, és mondjuk csak a lábfejem azok, hogy jó, de nem értem, vagy nem ismerem a dalt. Ezért egyfajta arányt meg kell találjunk. Hát az biztos, hogy a Folyts meg a sötétben című klippes dal, ami ugye vasárnap este debütált, az hallható lesz a Barbanegrában, meg az is biztos, hogy ezen túlmenően még jó néhány dal hallható lesz. Nyilván azért a koncert gerincét a korábbi dalok, az ismert, mondhatni már ismert dalok fogják alkotni. Meglátjuk. De igazából rá egy hétre következő Egri Borrok Fesztiválon is hasonló lesz, hogy tud, tehát ott mit tudom én, lehet, hogy lesz olyan ember, aki 3-4 napja tudta készhez venni az új lemezt. Nem hinném, hogy betanulta volna az összes dalt is ismerné. Legfeljebb ismerősen csenghet majd neki, de hát idő kell, még mindenki ezzel jut, és mindenkinek beérik a történet.